Ha szeretik a jó borokat és a futást sem vetik meg, akkor a következő percekben feltétlenül tartsanak velünk, mert hogy nagyon érdekes témáról lesz szó. A vendégem Balla Attila programigazgató, Celten Attila szövetségi elnök és Koch Csaba borász. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt! Rekordokról is lesz szó, és egy olyan kezdeményezésről, ami gyakorlatilag eddig minden szempontból egyedülálló. Hogy kombináljuk össze a futást és a borokat? Segítsen nekem ebben! Az alapötlet az tulajdonképpen arról szólt a mi olvasatunkban, az ötletünk alapján, hogy futással kötjük össze Magyarország borvidékeit, és így az összes magyarországi 22 borvidékre teljesítendően tűztük ki célul ezt a teljes maratoni távot, a 2573 kilométert. Na hát ez önmagában egy rekordszintű teljesítmény, de még mielőtt a részletekről beszélünk, mert már azt gondolom a részvevők száma is mindenképpen rekordnak vagy rekordgyanúsnak tűnik, nézzünk meg egy kis ízelítőt ebből. Na és hát persze ugye az is egy fontos dolog, hogy mi minden kapcsolódik az ehhez a kezdeményezéshez. Annyit tudunk, hogy szombaton ugye Hajósról indul el végül is a Nemzeti Bor Maraton mezőnye. Beszéljünk egy kicsit a számokról, hogy hökkenjünk meg, hogy hány település kapcsolódott eddig ez a kezdeményezéshez. 103, mondom. 103? Jó, azért nem tudják. Mondom, hogy tudom, szóval 103 település, én úgy látszik a számukban én vagyok, jó, itt elhangzott a kilométer szám, és nyilván a rekordkísérlet. Én, mint szövetségelnök magam egy személyben is, de az egész szövetség nyilván azért állt mögé a kezdeményezés mögé, mert végre egy olyan futóesemény, egy olyan futóverseny, ami nem egy vagy két napon keresztül tart, nem csak hétvégén, hanem hétköznap, és helybe viszi. Tehát lemegy vidékre. Nyilván itt a borkultúrát, a gasztrokultúrát, kultúrát és a sportot összekapcsoljuk, emiatt is egyedi, illetve hát a főszervezők így gondolták ki nagyon helyesen. És hát nem tudok elmenni amellett, hogy ma reggel indul, május 20-án minden évben a kihívás napja. Csak egy kis összehasonlítás. Igen. Kihívás napja Kanadából indult több mint 20 éve. Challenge Day néven. Igen, 107 település jelentkezett idén, ami szintén egyébként rekordszám. Ehhez képest a még debütáló Nemzeti Borbaraton 103 településén azt gondolom azt sejteti, hogy itt van nagy dolog készülődik. Abszolút. Azon egyébként maximálisan egyetértek, amit mondasz, hogy helybe vinni egy ilyen sportolási lehetőséget, az mindenképpen egyéni kezdeményezés, mert hiszen azért annyira ezek a különösképpen futó vagy tömegmegmozdulások főváros centrikusak, hogy aki valami ilyesmiben szeretne részt venni, annak mindenképpen el kell indulni a főváros felé. Itt messze nem erről van szó. Így van, hát egész évben készülni kell, itt arról van szó, hogy tényleg helybe viszi az esemény. Uh-huh. Nyilván a bor miatt is, és majd talán Csaba beszéljen erről, hogy már említett, hogy a bor és az egészség, a kultúra és a sport kapcsolatáról, majd nem akarom elvenni tőle a szót. Én azt gondolom, tényleg ez egy nagyon klassz kezdeményezés, és én már most várom, ugye ma május 20-a a kihívás napja, május 23 Hajósról indul a Nemzeti Bormaraton, de én már most várom, hogy jövőre is legyen Nemzeti Bormaraton. Fantasztikus. Na hát azt egyébként lehet-e tudni, hogy ez a ugye, település mennyiség, mire ennek a maratonnak a végére érünk, ez kb. Hány napot vesz igénybe? Vagy még mindig a számoknál vagyunk, de úgy. Hát 11 napot fog igénybe venni, gyakorlatilag szerint. Folyamatos futás mellett, és ugye ami miatt óriási dolog, hogy lemennek az emberek vidékre, végfutják Magyarország összes borvidékét, végre ráirányítja a figyelmet nem csak magukra a borokra, hanem a termőhelyekre is, a tájra, az ott élő pincészetekre. És hát két olyan dolgot köt össze, amiről a szakma már réges-régen tud és beszélünk, hogy a minőségi borfogyasztás és a sport, ez mind a kettő az egészség megóvásának egy nagyon fontos eleme. Igen, mert én az előbb viccesen ugye azt mondtam, hogy biztos ennek a népszerűségnek, hogy 103 település már jelentkezett, azért valamiért szinte közel lehet az alkoholhoz, és kijavított, hogy a bor nem alkohol. Hát a bor, ez alkohol tartalmaz, de ugye egy 100%-osan szőlőléből készült olyan termék, aminek rengeteg olyan összetevője van az egészség megóvása szempontjából nagyon fontos. Úgyhogy azt gondolom, hogy óriási dolog végre kimondanunk, hogy sport és bor, ez így együtt a minőségi bor és kéz a kézben halad. Igen. Értem. Picit beszéljünk arról is, hogy önmagában azok, akik mondjuk egyes résztávokra vállalkozván tényleg egy komolyabb sportteljesítményt tudnak le, magának a versengésnek melyik szakaszán kóstolhatnak bele szó szerint ezekbe a kis gasztronómiai különlegességekbe, ugye nyilvánvalóan a bor által vezérelten. Tehát valaki beér mondjuk egy szakasz után a célba,
és akkor ő abban a pillanatban lazult, lepacsizik azzal, aki a maraton vált, ugye az elindul gondolom a maga szakaszán, és aki ott marad, annak megadatik az a lehetőség, hogy azon a borvidéken egy picit elmerüljön? Épp pontosan ez a lényeg az egész rendezvénysorozatnak, hisz gyakorlatilag az odaérkező futók remélhetőleg előző nap odaérkeznek, vagy egy-két napot ott eltöltenek az adott területen, és ugye nem egy ember vagy egy csapat fogja végfutni a 2500 kilométert, hanem gyakorlatilag szakaszokat fognak megfutni emberek. Az adott településen belül még a helyi versenyzők is indulhatnak a település határáig, bárki, gyerekek, sportklubok, foci csapatok, bárki, aki akar. Tehát gyakorlatilag pont az a lényege a rendezvénynek, hogy az adott helyszíneken, főleg a kiemelteken, a borászok kipakolnak, a helyi termelők a termékeikkel kijönnek. Tehát egy ilyen kicsi népünnepét kis tartanak. Kis lokálkultúrát. Lokálkultúrát és gasztronómiát és borkóstolást tartanak az adott helyeken, a kiemelt helyszíneken. Ami ugye szinte minden nap, minden borvidéken lesz egy ilyen. És az egyéb településeken is minden településnek saját szíve joga, hogy milyen rendezvényt fűz mellé, de erről talán azt gondolom Attila többet tud mondani. Igen, hát hiszen az már most érezhető, hogy ez sokkal több lesz annál, mint egy hagyományos maratoni váltó, már csak a megcélzott útvonal hossza szempontjából is, ha jól tudom, ez önmagában egy rekordkísérlet. Így van, hát ez a futás mellett egy következő célunk a teljesítmény mellett, hogy a leghosszabb maratonváltó világrekord kísérletét is ezzel a Nemzeti Bormaraton távjával beállítsuk, és mint ahogy Csaba is említette, a 103 település 11 nap alatt 0-24 órában próbáljuk meg teljesíteni. Minden napnak lesz egy kiemelt helyszíne, ami általában a borvidékek központi helyszínére is egyezik. Mint például Villány, Szekszárd, Nagykanizsa, Balatonfüred, Eger, Tokaj, és még sorolhatnám, de inkább a hozzám közel álló alföldi Soltvadkertet is megemlítem. A teljes táv mellett menet közben jött az ötletünk még, és itt egy kicsit vissza is csatolnék az Attilára, hogy nem csak a profi nevezett futóinkra gondoltunk már a végén az érdeklődés miatt, hanem arra is, hogy a kiemelt helyszíneinken és minden egyéb más településen lehetőség adódik arra, hogy az adott rajtcélpont helyszínektől tovább rajtolva ingyenesen bárki csatlakozhatott, hogy a mi profi futóinkat a településről kikísérje. Tulajdonképpen egy ilyen rövid távon, ezek ilyen 2-3 kilométerek általában. És hát itt is több ezres tömeg gyűlt össze végig a teljes picit, szakaszon. Picit mindenki lehet nyúl, ha szeretne az lenni a komoly futók előtt. Így van, ha a profi futókultúrára nézünk, akkor ez teljesen így működik. Így van. Nagyszerű, és akkor része lesz ennek a nagy rekordkísérletnek, így mondhatja, van. Hogy részben igen. Az ő hozzájárulásával is születhetett ez a dolog meg. Attila, te beszállsz valamelyik szakaszon? Mindenképpen már csak azért is, mert hogy ingyenes, ahogy említettük. Ez nagyon örvendetes számunkra tényleg, tehát mintha a szövetség találta volna ki, de nem akarom a főszervezőktől elvenni ezt a lehetőséget. Tehát tényleg ez is egy fő szempont volt, és emiatt is álltunk mellé, mert azt gondolom, hogy nagyon klassz dolog, hogy ugye beszéltük, hogy helybe viszi, és helyben akár legyen igazolt versenyző, szabadidősportoló, korra nemre való tekintet nélkül, helyben a kis maga másfél, kettő, kettő és fél, három kilométerét le tudja futni, bár én mondtam, hogy készüljenek fel azért, akik teljesítik ezt a rajtcéltávot, hogy vissza is kell sétálni, tehát egyből dupla távot teljesítenek, és mindezért nem kell fizetni, csak azt, hogy vissza kell sétálni a rajthoz. Viszont ha visszasétált, akkor ott a jutalom, tehát várja valami. Ez így van, a jutalom ott van, úgyhogy ahogy említettük, a nyulat, a bort és igen. A futást, így a vadbor és a sport egyben megvan, úgyhogy vadul lehet sportolni. Óriási. De egyébként magad részéről melyik borvidéket visszasíteni? Előttben, hogyha... Mondhatom azt, hogy Szeged, nyilván hangzott Soltvadkert, én Szegeden leszek ott, szegediként, de Szegeden vállaltam, hogy ott leszek, ott a rajtcélnál, úgyhogy kicsit hazamegyek. Ez mekkora szakasz lehet ezt tudni, hogy... Hát ahogy régen Géza bácsi mondta, hogy 100 méteren 5 métert, úgyhogy körülbelül én majd beosztom a távot. Hogyha borban lehetne úszni, akkor valószínűleg nekem lenne előnye, így majd a futók mögött én is ott leszek. Világos. Jó, hát azért ez nagyon örvendetes, és az abszolút érezhető, és látható, hogy egy most már jó néhány éve elindult nagyon minőségi borkultúra, és annak hál' Istennek a presztízse is kezd kiépülni. Gondolom, hogy ez az esemény maga is ezt szolgálhatja. Ugye egy picit kezdjük megérteni, hogy itt azért ez most már tudományos alapon működik Magyarországon. Természetesen. Nagyon jó irányba halad a magyar borfogyasztás és a borkultúra, és azt gondolom, nagyon jó irányba haladnak a magyar borászok is, hisz a kettő csak párhuzamosan tud fejlődni. Egyne. Tehát a borászok egyre jobb borokat készítenek, és a fogyasztóink, hál' Istennek, egyre igényesebbek. Úgyhogy, és ezt a célt fogja ez a rendezvény is szolgálni.
Szóval minden esetben engem meglepett szám szerint, hogy nagyjából 22 nevezetes borvidék van Magyarországon. Ugye ezekről a számokról beszéltünk, amelyeket önállóan lehet kvázi azonosítani. Én biztos, hogy mondjuk egy 8-9-nél elakadtam volna, de akkor ezek szerint ez létezik. Tehát persze, 22 borvidék van Magyarországon, több mint 63 ezer hektáron termelnek szőlőt, és ugye a Kárpát-medencére jellemző ez a változatosság, ezért van sok gyönyörű kis borvidékünk is, mert mindenhol egy kicsit más a táj is, más a környezet is, mások a feltételek. Hát aki ebbe szeretne belekóstolni, a szó szoros és átvitt értelmében is, annak ott a helye. Tehát az első magyar bormaratonon, Guinness rekord kísérlettel, és persze sok minden különlegességgel, úgyhogy azt gondolom, hogy itt a remek alkalom. És lehet való igaz, hogy mondtad Attila, hogy ez egy hosszú, nagyszerű sorozat kezdete, amely már most rekordokat dönt. Sok sikert kívánok a résztvevőknek, és persze a szervezéshez is. Köszönöm szépen.